Az ünnepség sorozata a polgármesteri hivatal előtt kezdődött. A nemzeti színű szalag átvágását követően az óvodához vonultak át a résztvevők, ahol a gyermekek vezették körbe a megújult épületben Lezsák Sándor országgyűlési képviselőt. A község iskolájában is jelentős fejlesztés valósult meg. Két korszerű tanteremmel bővült az épület. A beruházás első ütemének lezárására szintén ezen a napon került sor. Szász János polgármester meghatódva köszönte meg azt, hogy elkészülhetett ez a beruházás. Mint mondta, a községben nem csökken, hanem nő a gyermek létszám. A fiatalok számára olyan lehetőségeket akarnak biztosítani, amilyeneket a városok. Nem csak tárgyilag, hanem szellemileg is, tette hozzá Szász János. Szeretnék köszönetet mondani iskolaigazgatónknak, Rádi Györgyinek és kollégáinak, pedagógusoknak, hogy a gyerekeinknek ilyen színvonalat biztosítanak. Köszönöm szépen a lehetőséget, köszönöm az elnök úrnak a segítségét, és mindenkinek, aki lehetőséget adott abban, hogy az iskola ilyen gyönyörű és ilyen szép legyen. Valóban az álom, amiről beszéltem, az nem célé vált, hanem bevalósult, megvalósult álommá. Lezsák Sándor országgyűlési képviselő Petőfi Szállás értékeit méltatta az ünnepségen. Beszédében titkokként jellemezte például a Pálos-Szentkúti kegyhelyt, illetve a helyi közösség összetartó munkáját. De a titkok közé tartozik, hogy itt az utcákat jágva, és nem csak ünnepen jövök ide, nem csak a Vattu ünnepségen, az ember átmegy autóval, nem egy kis utcákba, a gondozott kertek, az utca előtti virágok, ez is a titkok közé tartozik. Az iskola bővítés a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program keretében valósult meg. Ennek kapcsán szeptember 23-án 14 órakor Cunyiné dr. Bertalan Judit, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős államtitkára látogat el Petőfi Szállásra.